Hát ez 100% síradék. Nagyon hideg van kint, úgyhogy ez az az időszak, amikor az ember megengedhet magának egy kis kalóriabombát, és hát mivel nagyon szeretem az Ineszt, amit készítek, ezért most biztos elkészítem. Egyébként olyan az íze, mint az abált szalonnának, mert ugyanúgy fokhagyma, ugyanazok a fűszerek szerepelnek benne, csak hát ezt pirítós kenyérre kenjük majd a végén. Ezt a finomságot Rosenstein Tibi bácsitól tanultam, és hát az egyik kedvencem lett a tanult receptek közül. Csodálom, hogy invitált Tibor ide. Hát olyan gyönyörűek vagytok, hogy azt el se lehet mondani. Míra és Luca, mi ez az édesség, ez Tibor? Ez az édesség lesz, ez egy édes maceszgombóc, aszalt szívával töltve, ezt fogjuk csinálni a lányokkal, meg Marcsikával közösen. Szoktatok a papával főzni? Igen? Igen? Na akkor kezdjük el, és akkor ti is segítetek, ahogy szoktatok. Mit adjak? Tojás jön. Mi jön? Tojás. Tojás? Tojás, feltörjük. Ja, a Marcsi neked fogja, ne te törjed, vagy én ő, én meg a Mirájét, kettőt? Jó? Kettőt? Kettőt abba, egész kettőt tojás. Ebbe. Így van. Egész. Egészet, igen. Négy tojás, egy ilyen nagy családnak mindig vagyunk. Az elég. Így van, négy tojás. Pici só. Hát te már nagyon profi vagy, Míra. De nem egy kis vaníliás cukor. Vaníliás cukor, igen, de két ilyen kis kanálnyi. Igen, egy-egy kis kanálja. Most hozzáteszünk. Azaz, ügyes vagy, úgy. Másfél deci ribazsír. Ez a ribazsír. Másfél deci másfél ribazsír. Másfél deci, ezt elosszuk, ezt is két felé. Olvasztott. Oda is olvasztott. Igen. Talán ezt abba is betesszük. Igen. Utána is az egész össze lesz keverve, de azért mind a ketten dolgozatok. Most teszünk bele másfél deci vizet. Illat lett. Nézd ide, másfél deci vizet teszünk bele. Ezt elosztjuk, is elosszuk, szépen, nézd ide. Úgy, Luca tegyed csinálja, ügyesen. Te teljesen igazad. Na most megint jól keverd össze, Luca. Keverd össze. Ez az. És most jön a citromhéja. Oda ide is. És ide is lehet. És ide is. Na maradékot még kapart bele. Úgy. És akkor 25 jön a macesz, összetörve, tehát a macesz lapokat. Én ajánlom, hogy vagy egy nejlonzacskóba, vagy egy ruhába. Bele, bele és akkor sodrófával letegye a deszkára, és szépen. És olyasmi gyere legyen, mint a zappehely. Igen. Olyasmi nagyságú. Olyan nagyságú. Igen. Na, gyerünk, lányok. De nagyon jól felszívta. És ez még egy fog állni most egy olyan. És nem, és így percet, elég édes lesz? Majd utána lesz édes, majd akkor főzzük. Hát ez a trükk, ettől nem lesz kemény. Aha. Nem szabad sok cukrot beletenni. Meg még az amikor betesszük édes, a... mert rárakjuk a mézet. Így van, majd ja, akkor majd lesz. Ja, majd méz jön rá, te már tudod. Rá, de attól, hogy betesszük főzni, akkor 3/4 részig megfőt, akkor a vízbe tesszük a cukrot.
vagy lehet diétás, és akkor lehet édesítőszert, ha valaki megvéd a cukrot. Tehát mikor már majdnem megfőtt, akkor tegyük a főzővízbe a cukrot. Igen, akkor hagyjuk, hogy ebbe följön, utána levesszük át még egy kicsit, és felszívja az édességet, plusz ugye még majd jön rá dió, és jön rá méz. Belül pedig az aszalcilla, ott az aszalcilla, az tehát ez most már így jó lesz. Megjöttem. De jól néz ki. Megfőtted a csodálatos gombóc. Hát ez nagyon szép. Na kitállal. Eltett az a 20 perc. Igen, most tesszük rá egy kis mézet. Ja, az egészre diót. Egybe? Hát most úgy tegyük, jó. Úgy egy kicsit úgy, beszorjuk dióval. Így lett a macesz gombócból. Édes szillával töltött, aszaciát töltött macesz gombóc. Hát ez nagyon jó. Már nagyon jó. Laza, nagyon-nagyon-nagyon finom. Jó ízű. Kappan. Hát ez nem kappan, ha most egy szép kis libamell. Ugye nemzeti étel nálunk. Fontos, igen. De ugyanakkor, ugye Dezső bácsit említettem, ott is egy ott sétálnak a fodrostól ludak, és arra gondoltam, hogy már ugye a kappanozók, hogy ezek úgy is fogod látni ott a gyönyörű fodrostól. Valószínűleg ottan rohangálnak a libácskák. Akkor kezdjünk libával, és akkor már ottan, amikor jó. Ott elkezdünk kappanozni. Én egy libára mindig vevő vagyok. A libának a mell az száraz. Én tapasztalom a vendégeknek, hogy csak megsütünk egy liba mellett, akkor jaj, rózsestől ez száraz. Ha felfüstölve megfődjük, az még úgy jó. Ha megsült talán hidegen, vékonyra szerte, úgy is jó, de igazából ez egy nagyon praktikus. Ez még a nagymamáik receptje, de vagdalt liba mell. Aha. Ez volt neki a neve, hasonlít a fasírtra. És nem lesz száraz így. És nem lesz száraz, jól fogyasztható. Csinálunk egy ilyen kis fasírt, masszát egy zsömbét beáztatunk, azt hozzákeverjük, és visszafogjuk. Visszatöltjük. A csontjára. Szépen leformázom a libának a mellét, először levágom ezeket a kis zsíros részeket, ez majd be lesz darálva. Ettől lesz majd szaftos. Jó, tudod? Tehát hízott libát. Ez hízott, megjön. Csak hízott libát. Vagy tehát kacsát. Igen, hát ez a sportosabb, az nem annyira jó, mert száraz lesz. És most jön a kis trükk, amit ide én csinálok, hogy szépen fogom, és a háját, látod ezt a hája részét. A hártyán. Így, amely, igen, egy kicsit segítek a késen, nem, vagy egy kicsit marad a húsból is. Ahol közé. Tapad a csonthoz, igen, a csont, odáig szépen most felszedem, látod? Most szépen kiszedjük belőle a húsikát. Hát, hogy a darálóba szépen beférjen, fővágom szépen csinkra. Na, megvan a húsunk, teszünk hozzá, a zsíradékot oda teszünk hozzá. Az lesz, hogy a hagymát egy kicsit azért ne legyen a nyers íz benne, egy kicsit itt áthúzatom egy kis libazsíron. Az lenne a kérésem, hogy vegyessen daráld a zsíros és a szárazzal. Kétszer fogjuk ledarálni, kinyomom a zsömlét, menet több azt is hozzá. Én most ráteszem előbb a fűszereket, tehát jön a bors, jön hozzá a só, teszünk bele egy kis petrezselymet, húzott fokhagyma, most jön egy kis szerecsendió, egy kis gyömbér, hát ez a mániám a gyömbért, és most jön egy hozzá tojás. Nem teszek bele piros paprikát, de ha valaki otthon szereti, tegyen. Kicsit ilyenkor nagyon laza, tudod, és hogy maradjon ott a csonton, ez egy kis zsemlemorzsát fog hozzátenni. Tessék, így néz ki, nagyon szép, egységes massza, és nem akarom túl morzsászni, mert a lefog... És az egy kanál, hogy megfogta. Megfogta az egészet, igen. Most ezt félretesszük egy kicsit.
hogy érjen, és akkor befűszerezzük a csontunkat. És hozzuk, egy nagyon kis fokhagymával bekerem. És egy kis majorannát szórok bele. Kívülről is besózikáljuk. És akkor most jön a töltöget. És ugye ez a lényeg ennek. Ugye ettől lett a vagdalt libamell, hogy a libamell csontjára visszatesszük a ügyeszem elkészített fasírt húsunkat. Szépen, nézd meg! Amennyit lehet, azt most ráteszünk, jó? Ebből le lehet tovább egyengetni, látod? Ebből lehet csinálni egy ilyen kis... Ez ilyen meglepetés étel, Tibi bácsi, nem? Nem tudom. Kiteszi az ember a megsült liba mellett, és elkezdik vágni, és meglepődnek, hogy atya jöjjön. Nézzenek, és akkor nézzenek, és most folytatjuk a másik oldalát. Morzsával lehet rögzíteni a végeket. Egy kicsit rögzíteni, így van. Most csinálok egy kicsit a zsírrendesen. Igen, mert jó vastag, zsíros. Persze, lesüljön belőle a zsír. Kockákat biztos szoktette, és akkor nagyon zsíros a liba, szóval bármi, akkor otthon beszokták ezt a dolgot. És akkor erre a felére is lehet ugyanúgy. Amikor betettük sülni, ez a bőr ne sétáljon le róla, hanem maradjon itt a helyén, összefogja ezt az egész jó kis töltött mellett, ezért én egy sonkakötéssel, madzaggal meg szoktam kötözni. Szép lett? Szép. Tetszik neked írni? Igen. Na jó, akkor reméljük, hogy ezt megpróbáljuk azok is. És most jön a tepsi, egy kicsit kizsírozom a tepsit, itt a panel. Szerintem brutál jó lesz. Készült a vagdalt mellünk. Ugye itt van a kis zsírréteg a dén rejtve. Megszabadulunk ettől a kis párgáktól. Én halálra kötöztem magam, mert tutira mentem. Látod itt a fasírtka? Látod? Gyönyörű. Nézd, ilyen szép lett. És olyan ránézése, mint a húsa lenne. Mint a szét hús lenne. Hogy ízlik neked? Hát én ilyen finom vagdaltat még életemben nem ettem. Nagyon szeretem a zsidó konyhát, amely egyébként egy sor különleges ételt foglal magába. Rosenstein Tit bácsitól még számos nagyon-nagyon klassz receptet tanultam. De pont ez a Kárpát-medence erőssége, hogy sok-sok nemzetiség gasztronómiája keveredett, ezért lehetett olyan nagyon nagy a monarchia konyhája. Ezt kellene ugye ide visszacsempészni most. És akkor jó krémesre elturmixolni. Hogyha lebírjuk húzni a hártyát a hájról, akkor könnyebb lesz leturmixolni, akkor lehet, hogy elég húsdarálón is ledarálni, de én most nem bírtam lehúzni, ezért turmixolom. A zsidó konyhának ez az egyik kincse. Tulajdonképpen az ízernek, az íneznek olyan lesz, mint az abálcalonnáé, mint ahogy említettem, ezért most teszünk bele két gereszt fokhagymát. Nem lehet elég krémesre turmixolni, úgyhogy bátran sokáig turmixoljuk, minél-minél folyósabb legyen. Nos, hogyha már a monarchiánál tartunk, akkor a különböző nemzetiségek konyhájából most folytassuk a sváb konyhával, hiszen az egyik leggazdagabb konyha Magyarországon, a jelenlegi Magyarországon is, és az egyik legkedvesebb falu, amelybe beleszerettem, az pedig Liptót volt. Csókolom! Hello, jó napot, napot kívánok! Na, az István eltűnt. Az István eltűnt. Ez női munka, mint főzünk most. Ez a keddi étel, ugye akkor? Igen, mi igen ez? A keddi. Ez lesz a pánkuchen.
a sütemény. És mi a teljes menü? Pánkóka salátával, utána paradicsomleves. Utána? Igen. Nem előtte? Előtte, de hát... Ja. Először a leves, igen, utána jön a pánkóka salátával. Ja. Édes tészta hát és egy salátával? Igen, hát igen. Ez izgalmas. Na, az érdekes. Igen, nagyon. Egy kis zsírt is teszünk bele. Igen, tehát ebben itt van a tej, az élesztő, igen, tojás, és mit tetszett még rakni bele? Cukorsót. Cukorsó, csak most egy pici? Kis, hát egy evőkannal. Na most egy kicsit fússam föl. Igen. És utána. Ez akkor egy kelt tészta. Kelt tészta, igen. De én nagyon hallom, ahogy beszélnek, hogy inkább svábul szoktak beszélni. Igen, igen. De az olyan érdekes, ugye, hogy be akarták darálni a falut tulajdonképpen Hajdanán, és pont ezzel betonozták be önöket, mert már nagyon kevés ilyen sváb falu van, ahol igazán németek. Elmentek, a fiatalság, ez mind elment. Ez de maguk mind... látja, miért nem mentek el? Nem, mert itt volt a hazánk. Itt születtünk, és itt meg is akarunk halni. Igen. De lehet, hogy azok a gyerekek még visszajönnek ide. Fölfutott na, közben az élesztő. Igen, berakjuk a... lisztet. Igen. Azt, hogy mennyit, azt nem kérdezem, mert látom, nem méri. Nem. Amennyit ez fölvesz. Hát, hogy mondja németül, hogy amennyit ez fölvesz. So viel was das aufnimmt. Látom, hogy azért hiába jöttem én ide, azért a megszokott rend az uralkodik. Tehát ennek kelni kell, és amíg ez kell, addig fog elkészülni a leves. A leves, igen. Ez az, hogy nem csak az alapanyaggal kell spórolni, hanem az idővel is. Igen. Nálunk még ma is így van, ugye? Megyünk a határba minden áldott nap. Igen, és mit tetszenek csinálni? Ajaj, hát van egy kis vércsepp. Még tetszik bírni? Hát még egy kicsit. Még egy kicsit, még egy kicsit, még egy kicsit. Na jó, ezt nagyon hagyjuk. Szép habos lett. Ezt hagyjuk. És akkor azt hagyjuk, ezt... mert már levegősödik. Ja, ezt egy kicsit... langyos kert... helyre, ugye? Ja, kert rád. Ja. Mossa el, és akkor... És akkor kezdődhet a leves. A leves. Tehát készítünk egy sertészsírral egy pici rántást. Rántást. Igen. Igen. Akkor egy kis paprikát bele. Pici paprika. Mennyi? Egy kanállal tegyek? Elég. Nem így? Kell, nem kell olyan sok. És még akkor egy jön kicsit. Egy pici víz, hideg víz a rántás, és utána jön a paradicsom. Yeah. Tehát jó, forraljuk ki a levesből a lisztet, a és utána reszeljük bele a tésztát. A tésztát, igen. Jó, addig meg tudjuk csinálni a salátát? Meg, meg. Tehát víz, ecet, cukor, só. Igen. És mindenki ízlése szerint sózza. Forra levesünk. Akkor befőzzük. Akkor itt tudjuk sütni a palacsintát, vagy mi is ez, igen, a pánekuche. 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 Szépen megkelt, nagyon szép laza. Ja, szép most... laza. Igen. És így szépen beállítjuk. Ó, nagyon jól néz ki. Mert ennek kell át... Hú, de könnyűek, látom. Ez a legszebb. Ez a kedvenc részem a salátában, ez a szíve. Na, látja. Ez milyen jó együtt, soha nem jutott volna eszembe magamtól. Nagyon köszönöm, isteni ez az étel. A keddi nap az rendben van. Az rendben. Az rendben, ha ilyen finom. Egy kortól kapok a levestől is? Hát persze. Olyan ez a leves, mint nálunk. Igen? Igen. Finom nagyon. Annyi, hogy nálunk nincs tarhonya benne. Módjával kell lennem, úgyhogy nagyon sok pánekuket tetszett sütni, mert megyek tovább István után a szerdát főzni. Régi jó, drága főszereplőimmel új volt találkozunk. Aki már egyszer bevált, az még egy receptet kell, hogy adjon. Szerdánál tartunk, igen, szerdai, igen, ételeknél. Igen. Most mi az, amit készítenek? Hát most készítünk egy ilyen prézlis gombócot, ilyen zsebből. Vízbe, kifőzzük vízbe. Tehát készítünk tésztát, egy gombócot. Igen,
Na, igen. Kezdjük, mert nem fogom érteni. Tehát az egy biztos, hogy van ilyen aprított kenyér. Ez a tetejére kerül a krumplinak. Én meg közben fölrakom a krumplit. Jó, ez lesz a krumpli, tört krumpli. Ezt már előkészítettük, vízbe raktuk. Tehát csak fölaprított krumplit, megfőzünk sós vízben. Én meg elkészítem a knédlit. Ja, ez egy knédli lesz. Ez egy knédli lesz, csak egy tojás van benne, és liszt, meg egy kis só. Figyelj, de az már megint ott mi? Az ott, az a kékedény. Ez egy öntött vaslábas. Hát ez a bajom, hogy látom. Elképesztő. És milyen címer van itt? Én most akkor mi lehetünk közbe csinálni? Ja, bocsánat. Igen, várjunk. Jövök, elnézést, mindjárt elmondhatod. Igen, igen, föltettük a krumplit. Én a káposztát fölteszem, ez párolt káposzta lesz. Savanyú káposzta? Nem, ez rendes reszelt káposzta. Nyers káposzta, és le van sózva. Le van sózva, kis ecet van benne, és ez most meg lesz párolva. Csak só, ecet, és most megpárolja. Igen. Kigombócok, szép kis gombócokat csinálok. De tulajdonképpen ez egy nokedli. Ez hát nokedli tészta, de ez kicsit keményebb. Aha, kicsit keményebb, és nagyobbra szaggat. És nagyobbra szaggat. Ugye nokedlit, azt nokedli szaggatóval csináljuk. Amíg ezt betetszik szaggatni, addig az István elmondhatja nekem. Most el, igen, igen. Jó, köszönöm. Na, ezt... Erről beszéltünk? Azt a beszél. Megfogod egy pillanatra? Jaj, várjál! Ez nagyon kemény, gyönyörű, de hát milyen szín? Ezt látod a feliratból nem is, látom, mi több van mint benne? 100 éves, ugye? Ez Pilzenben öntötték 1870-ben. 1870-ben? Úgy szerepel, hát akkor 150 éves igen, lesz. Hát, igen, és kibírt egy kis időt, még a mai napig használható. Használjátok? Igen. Gyönyörűség. Visszaadom. Oh! Tessék! Na itt vagyok, bocsánat, és most már ha kell segítek is, de ezt muszáj volt megnéznem. Ezt majd megpirítjuk. Tehát így összeaprítjuk a kenyeret, igen. És zsíradék van alatta? Igen, és akkor erre ez tulajdonképpen majd. A kenyér maradéka lesz. Igen, igen. Az a... Nem veszett kárba semmi. Semmi. Egyébként régen mondjuk búzát is termeltek? Tehát igen. Emlékeznek igen, rá, hogy a lisztjüket is megtermelték? Persze, persze. És azt hol őrölték meg a búzát? Mi a Bolymalomba jártunk. Bolyban van? Boly, és ma van még Bolymalom? Nem, az már csak egy múzeum. Oda hordtuk mi ugye zsákokba. És ha most valaki termelne? Vissza a igen, azt már láttam, ezt azért kérdezem, látom, hogy ezt ide készítetted. Hogy ennek milyen kultúrája volt, ez megmutatja, nem? Tehát a liszt a legjobban becsült alapanyag volt, ugye minden sváb étel alapja a liszt. A liszt, burgonya, igen, és meg kell nézni magát a mi zsákot van is. Ráírva, várjátok. Hát ez egy helyi, a Gász János Liptód, ugye minden családnak megvolt a saját lisztezsákja, hogy ott megismerjék. Igen. Most, hogyha valaki azt mondaná, hogy szeretném újból megtermelni magamnak a lisztet, akkor lenne hol megőröltetnie a hát húzáját? Lehet, az most el kell Mohácsra utaznom. Beszűröm, és akkor összenyomom. Te szereted? Szerettem, az egyik kedvenc ételem. Igen? Én még sose ettem ilyet. Jön bele piros persze, paprika. És a zsír. Itt lepirítottuk. És akkor itt már egy kockát, kis sertészsíron a kenyérkocka. Igen, és akkor teszek el arra egy kis paprikát. Igen. És ezt is megkeverem. Ha paprika vagy fokhagyma van az étel, akkor már rendben van. Te nem igen, így vagy de ezzel? De az már sokat nem is van. Ezt, az de. Már majdnem hús. Igen. Akkor ezt egy kicsit úgy megnyomkodjuk, és akkor közébb folyik akkor már ez a szafja. Ez nagyon jól néz ki. És ropog majd benne az a kenyérkosz. Kocincsunk. Egészségedre. Köszönjük. Na hát, akinek ez nem ízlene. Kaland megenni, tehát az ember bekapja a tört burgonyát, és közben ropog a foga alatt a kenyér. Nagyon tetszik. Azért az országban bármerre járunk, egy-egy jó sváb receptbe belebotlunk, az biztos minden településen. Nagyon jelentős. Na, beletettem a sót az Ineszbe, jöhet a bors, és folytassuk a kalandozásunkat egy olyan településen, ahol 30% a cigány lakosság, óriási receptjeik vannak, és hát világhírű a település, mert még a BBC is forgatott róluk, ez pedig az önfenntartó rozsáj.
92 óta működik itt ez a gazdaságudvar, és a helyi emberek, a rozsályi emberek azóta itt dolgoznak és építik. Amit itt bent látsz, vagyontárgyakat, a buszt, a kis buszt. Az mind a falu közös vagyona. Az mind a faluja, igen, a teherautót, a lovakat, majd lent a disznókat, a vágóhidat. Igen, a település törekszik az önellátása, valóban így van, de ennek köszönhetjük, hiszen akinek nincs földterülete, az logikus, hogy nem tudja magát ellátni. Igen. És akkor a fa is közös. A fa az úgy néz ki, hogy ezt megvásárolja az önkormányzat, és akkor kihordja a település lakóinak, tudod, nem hoznak ki. Tehát az, hogy a faluba kihozzanak mondjuk 15 mázsa fát egy családnak, az nagyon sokba kerülne. Ezért inkább az önkormányzat elmegy, megvásárolja, elhozza, és akkor innen kiporciózunk. Van két nagy zöldséges kertünk, és be kellett keríteni, és amikor be akartuk keríteni, akkor hogy vegyünk betonoszlopot. Hát vegyünk betonoszlopot, csak kutya drága volt a betonoszlop, hát ha drága, akkor megéri gyártani, és elkezdtünk betonoszlopot gyártani. Van munkaerő bőven, ja, azokat igen. Is ti gyártjátok. Igen, azokat is mi gyártjuk, igen. És akkor a betonoszlopnak kell szikkadnia egy napot, és akkor mit csináljunk egy napig, ugye, hogy ne unatkozzunk, akkor kezdjünk el térkövet. És akkor elkezdtünk térkövet gyártani. De ez nem csak magatoknak most már. A betonoszlop az már megy eladásra, és a térkő, ameddig nem lesz rendben a falu közep, addig nem adunk el. Walk with me, Susie Lee, through the park and by the tree. We will rest upon the ground and look at all the bugs we found. Safely walk to school without a sound. Na, és akkor itt a rekreációs rész. Igen. Tehát tulajdonképpen a gazdaság és a rekreáció az egy helyszínen van. Hát így a logikus, nem? Mert az egész onnan jött, tudod, hogy a fiatalok elmentek nagyon sok helyre bulizni, nem volt egy olyan hely, ahol le tudtak ülni. Strandröplabdapályátok van strand nélkül. Igen, egyetlen egy vízünk sincs, tehát itt folyik a Túra, Tisza, a Szamos, a Kraszna, a Szatmári síkságon, de a Rozsályt egyik sem érinti. Tehát ebből a szempontból nagyon rossz van, de viszont van strandröpi pályánk, ez így van valóban. Hát ha minden nem lehet, legalább ez legyen. És használják a fiatalok? Persze. Amit tudunk, azt mindig a legkisebb részre visszük le. Hogyha egy munkafolyamatot el tudunk végezni a legalján, tehát hogy te mondod lóval, akkor azt lóval végezzük el. Hogyha lóval és traktorral, akkor is lóval végezzük el, mert... Olcsóbb. Egyrészt olcsóbb, másrészt is meg tudod, még a traktor kidolgoz mondjuk 5 embert, addig az 5 ember még a lóval elvégzi, hiszi azt, hogy ő fontos a település hasznos számára. Mintsem, hogy egy ember ül a kocsiba is, négy pedig áll, és akkor csak dohányzik, fújja a füstöt. Igen, pszichológia. Na, Erzsike néni, mit főz nekünk? Milyen ételt? Mit szeretnek? Mit mondjak? Cigány vagy roma? Egy cigányok. Jó. Cigányok. Milyen cigány ételt mutat nekem? Hát nagyon sok minden, például ott sül nekünk a lecsós hús. Lecsós hús? Igen, meg lehet kavarni. Aha, és az mit jelent, hogy lecsós hús? Hogy készült? Disznóhús apróra vágva, aha, paprika, paradicsom, és tejföl van benne, és fűszerek. Te, ez a te kedvenced, nem jól tudom? Igen, az egyik kedvencem, csak én hús nélkül szeretem a tejfölös lecsót, de ez is nagyon szívesen jó, fogyasztom. Jó, hát a cigány ételek mindig nagyon gazdagok, ugye? A cigányok beleteszik szíveket, lelkeket. Igen, igen. Hogyha a cigány ember főz, akkor abban minden főz benne van, ugye? Jogos, és igen. Mi ez, amit készítünk hozzá? Hát most itt, amit látnak az asztalon, jelenleg tál, benne a liszt, ebből lesz a pogácsa. Ezt mondják cigány pogácsának. Cigány pogácsa. Igen. Mind a két liter tegyem ide? Elsőkenél. Meglássuk. Akkor egyelőre egy elég. Egyelőre egy elég. Jó. János is ott dolgozik mellettünk, majd mindjárt igen, jövök, jó? Csak jó. Csinálja. Tehát fölforrósítjuk közben igen, az olajat. Igen, igen. Jövök, addig itt vagyok. Meggyúrjuk a pogácsát, tesszük bele a pezsgőt. Igen, szódabikarbonát vagy sütőpult. Na, a kezünkre tesszük, igen, és akkor így szépen szétszórjuk, hogy mindenhová jusson. Így igaz. Uh-huh. Utána teszünk bele sót. Igen. Így. Sokat, igen, így. Mintha kenyeret sütnék. Igen, igen. Na, még teszünk egy kicsit bele. Igen. Ennyi az egész, és utána jön a víz. És nem is kell más bele? Nem. Mihez szokták enni még a húsos lecsó mellett? Hát ezt szoktuk használni, ezt a pogácsát, a sült húshoz, uh-huh, oldalashoz. Uh-huh. Jó fog, hogy már sült oldalashoz. Igen. Aztán töltött káposztához nagyon finom. Uh-huh. De a töltött káposztában is ugye a cigány recept szerint ott is több a hús, nem csak a töltelékben van. Persze, hát ez az. Hát rizsát lehet külön főzni. Ezt a mindenit. Jó van az. Hányan élnek itt cigányok Rozsályon? Hát hál' Istennek vagyunk sokan.
nem tudom pontosan hányan, de vagyunk sokan. Alul olyan 811-en élünk, és abból olyan 170 cigányember él velünk. És mindenkinek van munkája? Igen, hála jó Istennek, már aki akar dolgozni. János, ide arra szólok, addig magam mellé még ez megsül, jó? Boltban már láttam a kosarait. Olyan szépek. Ez most ugye egy zöld, egy frisság, mert ezt itt kint nem lehet szárazágból, ugye? Fehér veszőbű kint szabad tél alatt nem lehet dolgozni, mert megszárad és törik. Uh-huh. Zöld kosarakat, tyúkülőt, ilyesmit lehet kötni kint, szabadba, például mint ez is, mert ez nem törik annyira. Ezt most szedte akkor ezt az ágat? Ezt igen, tennap délután szedtem. Kitől tanult kosarat fonni, János? Az igazság, azt kezdjük, hogy én a szüleimtől tanultam meg ezt a munkát. A szüleim csinálták, az apám, az anyám. Hát az az igazság, ez a cigányságnak a megélhetése volt régen. Így aki van. Kosarat tudott fonni, vagy gyékén kosarat tudott, vagy teknőt tudott faragni. Én egy kicsit még büszke is vagyok arra, hogy, lehet is. Hogy cigán vagyok, mert én két nyelvet beszélek. Igen, beszél. Én beszélek, nagyon igen, cigánul is, de az az igazság, beszélek a rumungló nyelvet is, de az az igazság, hogy a cigányság most sokan nem büszkék arra, hogy ők cigányok, mert annyira gyenge a gondolataik ebben az életben, hogy elnyomást, és azt hiszik, hogy az a cigány nyelv, ha azt mondjuk, hogy cigány, akkor az azzal lenézeti magát. De tudja, ezt nem a cigányok találták ki, hadd mondjam el önnek, hanem mások. Ez a nevünk. Mások találták ki, hogy ne szólíthassuk magukat cigánynak, hanem románnak. Én is azt mondom, kérjék ki maguknak, hát maguk cigányok. Én cigán vagyok. És büszkék legyenek rá. Arra is büszke vagyok, hogy cigánnak születtem. Ez az igazság, hogy... Beszéli a nyelvüket. Igen. Ha van egy ember, akinek van egy kis cigány értéke, és azt ki tudja használni, hogy ő cigány, akkor az a cigány nem len van, hanem az a cigány egy kicsit fejebb van. Hát az az igazság, hogy dolgozgatunk. Ez a lényeg. Igen. Örülök, hogy megismerhettem, János. Én is örülök. Nagyon örülök. És olyan gyönyörű, ahogy, hát ahogy igen, igen. Szurkálja, fűzi, hát vagdossa. Az olyan igazság, jó ez a kés is. Igen. Hát már ilyen késeket nem nagyon lehet lelni. Hát van mi, van csak. De nagyon szép. És ez azért, ezzel ilyesmi a gombászó is, azt tudom. Igen. Mert azzal lehet jól kivágni, hát, hogy utána teremjen újból. Ilyet is gyártanak, ilyen gyönyörű kés. De mégis a régivel dolgozik, hát, mert ez jobban behajlik oda. Ez nincs olyan éles, meg nincs olyan jó, mint a régi. A régi, igen. Sziába. Ez a szalonnázó bicska, János, ez a dolgozós bicska. Igen, igazán van kezdődcsétolom. Na, hozzunk igazán a kóstolót. Ilyen lett, mire megsült mind a két oldala. De szép. És ezt így melegen kell lenni, vagy hidegen? Ahogy jól meglássa, minden. Szabad törni belőle? Persze. Bele is mártatod a lecsóba. Erzsike. De finom. Nagyon finom. Kedves egészségére, nagyon örülök, hogy ízni. Szalonnával is jó lenne. Jaj, nagyon finom, szalonnával is. Jól elkeverjük még a borssal, sóval, és látjuk, hogy így jól megpuhult, meglágyult. Beletesszük egy edénybe, vagy folpakba. És aztán, hogy igazi jó habált szalonna íze legyen, jöhet a tetejére egy jó kis olvadós fűszerpaprika. És hát most ki kell fagyasztani ahhoz, hogy utána jó kis forró pirítósra rákenhessük, ráolvaszthassuk. Olyan érdekes, hogy azért a nemzetiségek, hiába élünk együtt sok-sok száz éve, azért úgy megőrizték szerencsére a kultúrájukat és a gasztronómiájukat. Például rengeteg specialitás maradt meg az itt élő tótoknál is. Két nagyobb csoportjuk is van. Én most a déliekhez mentem el, és tőlük választottunk egy emblematikus ételt. Meg kell, hogy mutassam még egyszer a mrokkárt. Jó napot! Visszaértünk, hoztunk brinzát, meg savó ecetet szeretne Tibor készíteni, úgyhogy savót. Savót hoztatok? Igen, igen. Jó, hallottam, hogy Tóthtól beszélgettek? Igen. Igen. Hogy köszöntök?
Pán Botaj, dobrý deň. Dobrý deň. Dobré ránko. Ako si spala? Dobré ránko. Miano. Jó reggelt. Na, kezdjünk el főzni, vagy folytassuk, hogyha már itt tartunk, és akkor közben beszélgetünk. Itt mit készítünk? Kolléganőm gyemikátot főz éppen. Gyemikátot? Gyemikátot. És a? Mrokár. Ez az! Hát a mrokárt hagyjuk, az meglepetés lesz, jó? Aj, te egy igazi mrokár patriota. És ez a végére marad. Jó, ez a lényeg, hogy most... Még egyszer mond. Gyemikát. Gyemikát. Oh. Gyemikát. Már fő a burgonya sós vízben. Igen, nem túl sósban. Egy kis zsír. Zsírral kezdik, igen. Mindig jó jön a zsír. Igen. Jó ízkölcsön az az ételnek. Hm? És akkor a zsíradékon fogjuk majd megdínszelni a hagymát. Egyébként amíg ezt megdínszteled, addig a Tibort ide csábítom magam elé. Mi volt, vagy ma, mi a jellemző? Az itteni tótoknál a különböző társadalmi rétegektől is különböző ételek maradtak meg. Erre a vidékre nem volt jellemző. Szegény paraszt és a gazdag paraszt étkezési kultúrája között nem volt igazán különbség. Mindenki egyformán szerény volt. Takarékosan látod, milyen és érdekes? Praktikusan étkeztek. Na de Kata, látom, hogy kész vagy a hagymapár. Megfőtt a burgonya, igen, és krumpli nyomóval. Egy ilyen manuál mixer, igen. Gyorsan lenyomjuk. A kis, arra is figyelnünk kell, hogy lét nyomok oda. Most fölfor, és utána folytatjuk. Fölfor, ízesítjük azért egy pici borsot, őrölt borsot, igen, teszünk bele. Piros paprika is piros paprikát is teszünk bele, igen, azzal is egy kicsit, tulajdonképpen csak színezzük. Teszel még vizet, igen, bele? Igen, teszek már is, és őrölt kömény. Kömény, emésztéskönnyítő. Tüzeléknek is jó lenne. Ezt most felforraljuk, és mi jön bele? Igen, és belejön a brinza. Uh-huh, így beleöntjük, hogy igen, feloldódjon. Igen, igen, abban fel fog oldódni. Közben a kenyérkockát meg fogjuk pirítani zsírban. Aha. Hát ez megy a levesbe. Akkor te ezt csak csináld, és meg visszajövök Tibi bácsihoz, mert nem véletlen kérte reggel, hogy mi hozzunk savót. Ez a bizonyítéka annak, hogy mennyire leleményes volt a szarvasi tótparaszt ember, aki kint lakott a tanyán, és nem volt lehetősége minden héten bejönni a városba, ahol vásárolhatott magának ecetet. A sajt egyik mellékterméke a savó, ha megaludt a tej, akkor abból már savanyú. Már az eleve már savanyító. Eleve savanyú savó keletkezett, de az édes savóból is tudott ecetet készíteni, mert egy kis vászonba tett bele hát, kenyeret. Mert itt már bűvöltem, hogy igen, ebben mi van, igen, de szelet kenyér. Is, és akkor itt közben forrízs meg. Igen, kezd forni az is. A zsíron. Ropogósabb lesz, nem fogja annyira magába szívni a levest. A levest. Elkészült a pirítós kockák. Ilyen pici kóstolót lehet, nem? Mi mindannyian így főzünk, közben kóstolunk. Hallottad azt a sertegést? Az a nyelvem volt. Hallottad? Hallottam a sajátommal, Dombi. Szétégettem a nyelvemet. Nagyon nehéz most a jó ízlés keretein belül nyilatkoznom. Látod, így jár az, aki habzsol, mint te meg én. Megtaláltuk Aladdinnak a csodalámpáját, nem tudom, igen, hogy... Dösögessük. Csak Aladdinnak lesz egy, csak egy 2-3 perc szükséges, és mehet bele a tejszín. És rájön a zsírban sült kenyérkocka és a zöld fűszer. Nagyon forró, nem? De nagyon finom. Ezt szokták még önök is csinálni. Ez. Hát ez egy nagyon jó étel. Milyen helyszínt is segített előkészíteni? Hol várnak minket? Gombkötő Sándor nénál. Mit fogunk enni? Hát egy nagyon jellegzetes szarvasi tótételt, aminek az a neve, hogy skorce. Ezt általában havránkára ették. Havránkára ették. A skorcét havránkára. Skorcét tettek havránkára. Szóval anya, úgy emlék egy skorcét havránkára. Hát akkor gyere, csináljuk meg.
Szeretném felhívni a figyelmet azért a vidéki találékonyságra, hogy bár a szilva és az alma rövid szavak, de rövidítették ezt is. Szil, az alma pedig, mutass csak meg Malcsikám, kérlek, al. Az pedig al. Ez abból kifolyólag lehet, hogy alkoholos filc, és azt sem akarják pocsékolni, mert az alkohol pocséklása minden formában tilos. Ez kész. Na jó, Jutka néni, vegyük át a szót, nem? Jó. Vegyük át, mi az, amit készítünk? Tócóval skorcát készítünk, mégpedig brinzás skorcát. Ez a köles meg van főzve jó keményre. Igen, igen, igen. Akkor kizsírozzuk a tálat kicsit. Ez olvasztott disznózsír. Tehát mindig bemártjuk a zsiradékba a kanalat. Igen. És úgy kiszaggatjuk ilyen galuska-szerűen. Ilyen galuska-szerűre, igen, de inkább olyan szögletes galuska ez. Ez ilyen egyharapásos nokedli. Igen. Pont akkorákra kell szaggatni, mint befér a szánkba, úgy látom. Ugye, Jutka néni? Rétegenként jön a köles galuska, a zsír és a erős túró. Igen. És a kolbász hova megy? Majd még a tetejére. Elkezdjen vágni. És szarvasi kolbász. Lehet. Nagyon finom ez a kolbász, mert ahogy a szarvasi Tibi bácsitól hallottam, a Békés Csabai kolbásznak híre van, viszont a szarvasi kolbásznak meg íze van. Na ez így ide, most megyünk Békés Csabára a kolbászosokhoz, úgyhogy beárulnak neki. Akkor is finom. Nem érdekel. Annyira szeretem, mikor a különböző települések zrikálják egymást. Nagyon jó. Ezt ráteltem a tetejére? Rá lehet rakni. Akkor egy tálba leszünk? Melyiket kóstoljuk meg először? Kezdjük a nagyjal, ne aprózzuk el. Ne? Jó, kezdjük a nagyjal. Nagyon jó. Itt a te időd. Tibor elkészíti a mrokárt. Most végre megtudom, mi is az a mrokár? Igen. Halljuk először, mik a főbb hozzávalói. Ugye ez egy disznótoros étel. Mindig készül abáló lé, vagy abalé, ahogy hívják. Ugye itt az most ott fő. Tehát fejhús, meg máj, ilyenek ebbe teszik benne. Aztán a belsőségeket. Igen. Ez az abalé. Igen. Ott főben a cumó. Ebben a lében, amiben ez a sokféle hús megabálódott, megfőzzük a rist. Ez mi? Tototjé, krv. Krv? Az mi? Krv, az vér. Igen. Jézusom, ez vér? Igen. Úgy néz ki, hogy a cékla. Úgy néz ki, de hát ez vér. De mert mi bajod lesz, hogy úgy elengedted? Nem vagyok vámpír. Gyönyörű, szép vér. Amra megfőtt ez a rizs, abban az abalében, és ebből elvettek egy bizonyos mennyiséget, a többi ment a hurkába, ami össze lett keverve a hússal. Ezt pedig befűszerezték, mint ahogy én most teszek Igen. hozzá egy kis borsot. Ezt azért jócskán megborsozták, hogy legyen kellemes jó íze. Meg is sózták, és rátették ezt a vért. Tehetem? Igen, tegyel, kedves Marcsi. Igen. Úgy, azt majd oda valahova Igen. oda Csak hogy ne a terítő Igen. legyen. Igen. Véres. Mivel én tudok máshova nézni. És ebben mi van? És abban van a hagyma, amit összevágtunk apróra. Azt is tegyük bele? Igen, majd bele fogjuk tenni. Mert most tehetjük egybe. Most akkor én segítek is akkor, hogy keveredjen az egész, és akkor így most nagyon... Tehát benne van minden. A szabalében főtt rizs, a bors, a só, a vér és a vörös hagyma. Így van. Betették de ezt még megsütötték? Igen. Aha. Rátették egy kivajazott tepsire, nem zsírozott, vajazott tepsire. Nem vajra. Hogy miért mondják mrokárnak, a szarvasiak azok... Jelent a szó valamit egyébként? Igen. Szlovákul, szlávul? Igen. Szláv szó. Malako. Mloko. Malako a tej. Malakot. Igen. De ez tehát tej. Azért nevezzük mrokárnak, mert amikor elkészül, hideg tejjel leöntötték. Akkor innen a malakó. Innen a malakó, innen a mlokár, de a szarvasiak mrokárt csináltak meg, belőle. Kedves Marcsi, hogy segítsek egy kicsit ezen, hogy ez a vér egy kicsit alvat, és elmondjam azt is, hogy valamikor hogy készítettük Na. ezt, mindig kézzel. Én annak örülök. Sokkal jobban átdolgozódott ez az Igen. egész mrokár. Így, mennyivel jobban és néz mennyivel ki. És mennyivel jobban néz ki, és mennyivel könnyebb. Marcsi, te annyira egy véres kezinő vagy. Tehetem is át a tepsire? Igen, lehet a tepsire. És hogyan? Elterítve, mint egy pitét? Én tartom. Elterítjük, mintha egy pitét csinálnánk.
Nagyon szép lesz ez így. És addig megsül szépen, addig... amíg én azt néztem, hogy ott dolgoznak hátul a háziak, addig mi oda nézünk, hogy mit csinálnak, jó? Úgy legyen. Útköző kezet mosok azért. És utána pedig hideg tejjel meglocsolva megkóstoljuk. Most hátra nézünk. Végre, na ez a mrokár. Megvan, mi látod? A mrokár? Egész nap ezt kerestem. De nem bánod. És nem bánom. Megmostam közben a kútnál kezem. Sziasztok! Mit csináltok? Itt ti is főztök valamit. Nem, mi gyúrunk is. Ez nem rokár. Nem véres. De mit csináltok? Durva sarolást készítünk a kemencéhez. Én is akarok gyúrni. Le akarsz? Gyúrjál. Hát, addig gyúrjuk, amíg ugyanúgy fog beszélni, mint a kenyértészta. Emlékszel, hogy beszél a kenyértészta? Nagyon emlékszem. Engem anyázott, az is jó meleg. Tehát ebben van agyag, vagy mi? Sárga föld, így van. És ez a törek. Így. Ez egy törek. Nem, ez nem. Széna, amit szekáccsal összevágunk ilyen 5-6 cent. Szárvágóval. De és mitől ilyen barna? Ez hát a sárga föld. Még jó. Mehet vele. És ennyi? Ezeket összekeverem, és ez a massza jön belőle? Majd amikor már minden szalmaszálon van massza, akkor lesz jó, amikor már át tudjuk, cupog? Mehet bele. Cupogod. Mint ahogy a lisztet a lányok, látod? Adagolták a mamának. És már hallod, milyen szépen mondja? Igen. Mit mond? Hát ezt a... Hát hogy... Hogy jól csinálod? Még kell vele. Á, milyen ügyesen elkaptam az orrad végét. Ott van. De várj, átadom. Gyere csak. Ez kimosan. Tessék, ennyi. Van valami ilyen vidéki odalék? Persze. Mert kiégezek a szalmaszálak és... Aztán jön. Fogd meg ezt, légy szíves. Ezt is bele kell tenni. Ez mint a só olyan. Na mi ez? Hát ez széna, ledarálva. Nem. Illata? Hanem... Széna. Széna illata van. Meg sár. Meg sár, az a kezem olyan. De ez nem az. Hanem? Száraz lócitrom, és utána átdörzsölve rostán, és... Jó, kemény anyag. Mánusz, lavat. Jó lett. Jó. Kész kezet most. Hajrá, gyúrjatok. Nem baj, te meg mely mész kezet mosni. Jó, akkor visszük oda tapasztani. Meglógtál, Dombi? Gyönyörű szél. Nincs jobb a föld. Most azt rakjuk? Igen. Szépen. Egy kicsit szép. Most termaszvalhoz nem akarom elrontani, ezt csak csináljátok. Én majd kellem a sarat. Nem lehet, mert ezt lecsipkodjuk, tehát semmit nem tudsz elrontani rajta. Tehát több rétegben jön rá most. És akkor lesz egy 5 centis kalapunk. Az a gyönyörű, ami bent is láttam a kemencén. Ez most már ki fog lógni. Kimondottan esztétikai kérdés? Vagy ez nem? Amikor ha nagyon megfűtöd, akkor ne tudjon eldurranni. Ja, hogy ne lökje le a tetejét. Így van. Azért lesz. Majd egy mása lesz ez a kalapom, nedvesen. Egy mázsa. Szép kis nap ez, mi? Gyönyörű, volt benne minden. Na, de még egy evés van, míg a mrokát meg kell kóstolnod. Ezt a leves még nem tudom, hogy micsoda. Ezt nem főztük. Ezt én főztem, ez tök leves. Tök leves. Varázslatos neve. Tök jó leves. Így van. Kicsi kaporral, kicsi sóval, paprikával, rántással. Nagy kanállal. Én ezt muszáj megkóstolni. Mindenkiért szlovákul? Totul? Nye. Nem lehet eladni. Aj, de jó illata van. És látjátok, még egy nagyon egyszerű és olcsó étel. Ezt se láttam, Ildikó. Szilvalekváros kifli. Igen, kifla. Így van. És ez a kis drága, gyönyörű... Tvarozsnyéka. Mi? Tvarozsnyéka. Tvarozsnyéka, ez édes? Tvarozsnyékának inkább ilyen... Tvarohovi batostyok. Ez igen, a, mert batyú lett belőle. Igen, batyú lett belőle. Édes vagy sós? Édes. De nagyon szép, gyönyörű. Na jó étvágyat! Jó étvágyat! Most jön a mrokár. Jó, ne! Még jó forró. Akarom mondani, ó, oh, yeah! Na, és akkor most öntsem rá a tejet, Tibor? Ilyen.
öncserem marcsi a tejet. Ezt a hideg tejjel öntsem meg. A forró mrokárra megy a hideg tejjel. Biztosítja, hogy ráöntöm? Igen. És ezt nem adagolták ki, ahogy említettem is. Hanem ezt egy tejjel? Hanem egy tepsiből kanalazták. Teljes sült vér. Nem volt őszinte most. Húrsa. Tépesítsd a fogaiddal. Húrsa. Ezt ti elszitek, vagy csak megvicceltetek minket? Ezt most már le kell nyelned. Tibor, ez igaz, vagy csak megviccelt? Nem. Ezt ették. Hát én nem tudom, hogy... Ezt ették. Ki is haltak. Mert hogy én nem tudom, most mondhatom, de soha életemben nem csináltam. Azt hiszem megvan a titok hintja. Milyen jót fognak röhögni, ha lelépünk innen, hallod? Most is jót nevetnek! Képzeld, mit adtam nekik, lejöttek a tévések. Nézd meg a marcsit és indítés kockát, és mi várj, el tudod képzelni? Még a Tibor is nevet. De hogy jössz a klubba holnap, lejöttek a pestiek, megetettem a sült vértejjel. Mit fognak ezek szórakozni rajtuk? A zseniális. Erre inni kell, nem tudom máshogy megoldani. Hát egészségükre. De most már te is kóstold meg. Majd adáson kívül. Mikor megfagy, akkor ilyen gyönyörűen kenhető, mint a vaj. Ez a kis fokhagyma, ehhez egy citromos mézes tea. Én tudom, hogy mínusz 10 fok van, jól átfáztam, utána a meleg kandalló. Tökéletes! Nagyon-nagyon jó. És el ne felejtsük, március 11-én indul a tavaszi évad. Addig pedig válogatunk. Nem mondod? Ezt a sok nem, nem lehet megunni. Ha látod az emberek arcán azt a... Ezt. Pontosan ezt. Ez a hetteseknél levő baráti közösség. Mi tegyünk hurkákkor? Mi a legjobb? Ebben a sorrendben együtt. Libamájjal töltött libanya. Pontosan olyan, ami ennek lenni kell. Ó, fantasztikus. Na, hát de nagy bajban vagyok.